A mai napon 1956 történéseire emlékezünk. Arra a 66 évvel ezelőtti keddi napra, amely egy elnyomott nép elfelejtett félni. És az együtt éneklő, együtt lélegző, egyet akaró sok ember egy rövid ideig elhitte, hogy ő írja egy szovjet uralomtól mentes, szabad Magyarország történelmét. Ám a történelem tolla nem volt mindenkihez kegyes. Némelyek álma Pest utca kövein, a börtöncellák falai között hullott darabokra. Sokan az ország elhagyására kényszerültek, s talán soha nem is tértek vissza. Családok élete fordult fel gyökerestől, fiakat, szülőket gyászoltak, akik a szabadságukért vívott harcban estek el. Rájuk, déd és nagyszüleinkre emlékezünk a mai napon. Emlékezünk, mert ez a kötelességünk, mert ez a helyes, és mert nem tehetünk mást. 56 él. Ifjúság, üdvözlégy magyar nép! Kilángban és vérben születtél meg újra, három nagy éjszakán, vad ágyudörgésben. Melyik nép írta fel a nevét így, hogy aranyat adott kezébe Isten újja? S mely nép beszélt így az önmaga nevében, mint angyal, mikor a harsonárát fújja? Búsigájának fájára írja hát, s mint annyiszor a megsárgult ezer évben vérrel és vassal tanítja zsarnokát. Ülj már végre asztalhoz, kisfiam! Mindjárt, mindjárt! Ott állhatsz egész nap, úgy sem leszel tőle szebb. Te csak ne szólj semmit, amikor tudod, hogy a krassó egon bent lesz az egyetemen, órákon át kencézed magad. Elég lesz már, asztalhoz mindenki! Apa, tedd le azt az újságot végre! Ez elképesztő. Mi történt? Azt írják, hogy Gomulka lett a lengyel kommunista párt új vezetője, és a diktatúrát enyhítő demokratikus reformok bevezetését kezdte meg Lengyelországba. Moszkva erre fegyveres beavatkozással fenyegetőzött, mire október 19-én számos lengyel városban szovjet ellenes tüntetések kezdődtek. Tegnap a többiekkel az egyetemen a lengyel helyzetről beszélgettünk. Amikor eljöttem, a Vándorgyűlés csoportja arról beszélt, hogy 48 mintájára pontokba szedjük követeléseinket. Kislányom, jobb lenne, ha kimaradnál az ilyen dolgokból. Veszélyes lehet. Anyuka, ezt nem értheti. Végre él és eszmél a diákság. Már épp ideje volt. Te is kezded. Ne add aláljuk a lovat. A szegedi egyetemisták megalapították a MEFESZ-t. A követeléseiket felküldjük a minisztériumba. Amúgy az igazgatóság egy része is támogat bennünket. Más se hiányzik. És mit követeltek? Például, hogy ne legyenek felvételi vizsgák, és töröljék el az orosz nyelvtanítást. Remélem, jelentős eredményeket értek el. Igen, talán már nem is olyan sötét a jövő. Rohanok, mert jönnek a küldöttségek az ország többi egyeteméről és főiskolájáról. Én is menni akarok. Kicsi vagy te még ehhez. 15 éves vagyok. Csak karácsonykor töltöd be, és azt hiszed, hogy nem tudom, hogy csak a Wittner Margó miatt szeretnél ennyire velem jönni? Nem is igaz. Kikérem magamnak. Magyar diák vagyok. Igenis ott a helyem. Jó, gyere. De maradj mellettem. Kisfiam! Síroznak az igazi hősök, vagy elképzelt lovakon vágtatnak az ismerősök. Nekem te vagy a hősöm, mire fel kell, hogy nézzek. Milliókkal együtt lélegzel, tudom, érzed. Lehetnél te is, lehetek én.
felemelő érzés volt. Abban, a hatalmas tömegben felszabadultam menni. Láttam, ahogy kivágják a Rákosi címert a zászlóból, és lelkesen lobogtatják az immáró lyukas zászlókat. Óriási élmény volt. Elindultam a BEM szoborhoz. Mire odaértem, már hatalmas tömeg volt. Egyre forrósodott a hangulat. Rendezett sorokban indultunk el a parlamenthez. A Margit hídon egyre keményebben skandálták, Nagy Imrét a kormányba! Utunk diadalmenet volt, soraink egyre bővültek. Mindenki örült, és a magyar zászlókat lengette a szél. Nagy és megdöbbentően szép látvány volt, amikor a ködös októberi estén három darús kocsi, sok ezres tömeg lélegzett visszafojtott figyelme mellett ledöntötte a zsarnokság jelképét, a Sztálin szobrot. Láttam, ahogyan a drótkötelek pattanásig feszültek, és a hatalmas szobortest lassan dőlni kezdett előre. Lassan és nehézkesen, mintha maga sem hinné, hogy porba hull ő, a rettegett zsarnok. A csizmák fölött dölt el a szobor. Ha már fogta a daru, hát diadalmenetben hurcolták végig az Andrássy úton, és az Akácsa utca sarkán törték darabokra. Én is felkaptam egy bronzdarabkát. Nem tudom, emlékül, vagy trófeule. Aztán mégis elhajítottam. A talapzaton ott álltak vigyázban az üres csizmák. A hidakat szovjet tankok állták el, és mellettük géppisztolyos orosz katonák ácsorogtak, és ilyet tábrázattal tekingettek a hídon hömpölygő tömegre. A nagy körúton megdöbbentő látvány tárult a szemünk elé. A villamos sineken egy meggyújtott teherautó lángolt. De engem valami szorongás fogott el. Ez így folytatódik, csak hamar megszólalnak a fegyverek is. És megszólaltak. Zsarnokság van,
ott zsarnokság van. Nem csak a puskacsőben, nem csak a börtönben. Nem csak a vallató szobákban, nem csak az éjszakában, kiáltó őrszavában, ott zsarnokság van. Nem csak a fűsötétben, lobogó vádbeszédben, beismerésben, rabok falmorzéjében. Nem csak a bíró hűvös ítéletében, bűnös ott zsarnokság van. Nem csak a katonásan pattogtatott, vigyázban, tűzben, s a dovolásban, s abban, ahogy a hullát gödörbe húzzák. Hol zsarnokság van, mindenki szem a láncban. Belőled bűzlik, árad, magad is zsarnokságban. Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja. Jó reggelt, kedves hallgatóink! Átértünk, nincs baj. Erika velünk van, Tiborék Karcagról. Anyukám, ne aggódj, jól vagyunk. A kicsik egészségesek, jól bánnak velünk. Tímárék. Aki hallja, hagyja. Bécsben vagyunk, hamarosan indulunk tovább az USA-ba. Patikárius Pistáék. Aki hallja, hagyja. Kornél nagyon köhögött, de már kezelik. Maradunk Bécsben, nagyon hiányoztok, Jelige a kisbolttól balra. Miért nem jöttél, Krisztikém? Nagyon szeretlek. Vajon mikor láthatjuk egymást? Jelige, sétál igedbe. A váciak átértek. Megyünk tovább. Talán Angliába. Apát nyugtassátok meg. Mi jól vagyunk. Bevárjuk Évát, és megyünk tovább. Jelige, mufti a puli. Timikém, ne haragudj rám, el kellett jönnöm. Hiányoztok, te és a gyerekek. Jelige, kistelek. Aki hallja, hagyja. Boldog 15. születésnapod, öcsi. Anyuékra vigyázz. Itt vagyunk, emlékezünk,
Amíg szól a dal, ötven